Országos kettesnek mondott meccsnek nézett ki a kaposvölgyi STK Árima mérkőzés, hiszen gyakorlatilag mind a két csapat tét nélkül játszott, mivel a Kaposvölgy az utolsó helyen állt a bajnokságban és már kiesett az NB2-ből, az STK meg a középmezőnyben helyezkedik el. Ennek megfelelően jól indult a meccs, sorra dolgozta ki a helyzeteket az STK Árima, de bátran játszott a hazai együttes is. Jó mérkőzésnek nézhetünk elébe, aminek az elején kapufát szerzett az STK, amikor is Béres tekerte be a labdát Bonifert fejére, aki remekül csúsztatott, de a kapufa ellenünk volt ezen a meccsen. 10 perc múlva ismét Bonifert volt a főszereplő, akit Majoros és Fekete hozott helyzetbe, de a jó lövés ismét a kapufán csattant. Aztán a 40. percben egy kivágott labdát szerzett meg Pintér, és a lövése megpattant az egyik hazai játékoson, és így lett veszélyes ez, de sajnos az Égiek ismét kibabráltak a Miklóssal. 3 kapufa egymás után ritkaság számba megy. 4 perccel később aztán sikerült, ami eddig nem, Sallai adta be remekül a labdát középre, amit a remekül berobbanó Csák ért el, és szépen helyezett drobból a hosszú sarokba. Megérdemelten vezet a Szigetszent Miklós a szünetben. A második félidőben hosszú ideig mezőny munka folyt, nem találta meg egyik csapat sem a másik gyenge pontját, és ezt unta meg Fekete, aki szépen alakított ki helyzetet saját magának. Aztán a szünetben beállt Csepregi teketbe egy labdát, amit Sallai bólintott, de a kaput nem talált. 15 percig mezőnyjáték, aztán hirtelen a semmiből kiegyenlített a hazai csapat. Jámbor ugratta ki szépen Vargát, aki középre adta a labdát, ami valahogy odakeveredett Szovumni elé, aki egy méterről a hálóba helyezte azt. Újabb 10 perc után Andrejcsik kapott egy kitűnő labdát, szépen cselezett és helyzetbe hozta Surányit, aki elképesztő pontossággal juttatta a felső sarokba a hazaiak vezető találatát. A csapatunk a tudósítások szerint innentől kezdve úgy játszott, ahogy még egy amatőr csapat sem, lélektelenül és felháborítóan. Jobban akarta a győzelmet a hazai csapat, akik remekül védekezve, lelkesen játszva, nagy akarattal és hatalmas küzdőszellemben legyőzték az STK Árimát. A Miklósra egy hét múlva újabb fontos meccs vár, hiszen ha nyerni tud a Pécs Miklóson, akkor szinte biztosan feljut Márton Gábor csapata. Így hát jövő héten STK Pécs mérkőzés. Reméljük, összeszedik magukat addigra a srácok.